Sziasztok! 2017, egy újabb év telt el a csatorna történetében, és annyi minden jó dolog történt, hogy csináltam is egy listát, gondoltam ezt a videót ezzel kezdem. Hát megint csak rengeteg köszönet nektek, hiszen nélkületek ez nem lenne. Ugye ebben az évben gyűlt össze az 50 000 támadó, és csak hajtogatni tudom, hogy ez mennyire jó érzés, és hozzáteszem, az elmúlt egy évben jöttetek annyian, mint korábban eddig soha. Szóval, wow, tök jó! Aztán az elmúlt egy évben mentem el sok rendezvényre, találkoztam veletek, adtam aláírást, csináltunk közös képeket, ezek is jók voltak, a tábor is ide tartozik. Ugye volt nyáron egy ilyen YouTube tábor, YouTube brigád, ahol egy héten keresztül munkáztunk. 2016-ban nyílt meg az MC Shop csabusás részlege, ahol ugye mindenféle csabusás pólót, pulcsit, párnát és főleg toppokat vehettek. Aztán ugye idén is voltak kalandpályák, például Visszajövőbe 2, amit ugye szintén Kenryvel építettem közösen, csak úgy, mint az első részt. Aztán az Örökség első közös pálya Ice Bluebirddel, a Szivacs 6, Szabadulós pálya 1.8, ami ugye egy nagyon régi pályámnak a felújított változata, és szerintem jobban sikerült, mint az eredeti. És remélem mindenki így gondolja. Azt ugye nemrég volt ugye a töltött pulyka, az idei karácsonyi pálya. Ez ugye egy hagyomány, hogy minden évben karácsonyra összedobok egy pályát. Illetve volt még két pálya, amik... Hát az egyik a két narancsos pálya, az tulajdonképpen nyilvános volt, publikus volt, csak nem készült hozzá trailer, de Facebookon, meg a weboldalamon megosztottam. Azért nem fektettem rá akkora hangsúlyt, mert elég nehéz pálya volt, ez egy logikai pálya. És hát a tesztek is azt mutatták, hogy csak a tesztelőknek a fele tudta végigvinni. Úgyhogy sokat gondolkodtam a pályán, hogy esetleg könnyíteni kéne, vagy a megoldásokat beleírni, vagy videóban fölvenni, nem tudom. Szóval sokat rágottam a pályán, végül is arra jutottam, hogy ez megmarad így, és majd csinálok egy másik pályát, ami majd egy parancsos lesz, és abban több lesz a történet. Abban a pályában az lesz az értékes? Abban a pályában az lesz az érdekes, hogy az egész egy parancs. Aztán a másik pálya a Csabinyó meséje, amit ugye 100 000-re kapott. Jó, hát ez nem egy nyilvános pálya, ez csak neki készül személy szerint, majd ő eldönti, hogy mennyire ossza meg, de hát ez is most készült, és kalandpálya. Aztán az előző évben voltak a csatornán először élőadások, szám szerint 3, hogyha jól emlékszem, egy Team Fortress-es, egy Rocket League-es és egy építős nyullancsal. Az ugye a kalandpálya építgetős volt, ami hát igen, folytatásra szorul, mert hát nem készült el a pálya, viszont szerintem a stílusa is kicsit kiforratlan volt, és persze, hogyha több rész lenne belőle, akkor egy idő után összeállna, csak hát az idő. Meg én sem éreztem elég erősnek a dolgot, de majd jól nekiülök, és megpróbálom tényleg kidolgozni valahogy értelmesre, érdekesre, és aztán megpróbáljuk összehozni valami jó időpontban. Ebben az évben újult meg a weboldal, ezúton is köszönet még egyszer Enderboynak, ő az, aki ebben a legnagyobb részt kivette, hát tulajdonképpen én csak a tartalmakat töltöm fel rá. Jó, még a dizájnba valamennyire belenyúltam, de ő az, aki jobban ért a WordPress-hez, úgyhogy az oroszlán része, tehát a meló nagyja az neki köszönhető. Az előző évben kezdtem el egy parancsos szerkezeteket csinálni, ezeket még mindig kicsit feleslegesnek tartom, nagyon látványosak, meg sokkal könnyebb megosztani, tehát főleg a megosztás miatt volt ez a váltás, hiszen nekem csak egyetlen kódot kell elmenteni, egy szöveget, és berakni is ugyanilyen könnyű, csak másoltok egy szöveget bármilyen pályán, berakjátok egy command blokkal, lefutatjátok, és ott van az egész. Tehát, hogy sokkal gyorsabb a dolog. Én úgy vagyok vele, hogy inkább magam építem meg a szerkezeteket, tehát nem szoktam így bemásolgatni. Ha be is másolok valamit, azt jobban szeretem MC Edit-tel, hogy pontosan ott legyen, ahol én szeretném. Szóval ebből a szempontból tartom kicsit fölöslegesnek, de hát haladni kell a korral. Meg hát úgy láttam, hogy az emberek is jobban szeretik az egyparancsosakat. Aztán itt fölírtam magamnak pár dolgot, ugye az elmúlt évben is voltak darálók, kihívások, tavaly volt a Stellar 3, és hát több tutoriálok, ahogy eddig, meg még sokféle más-más videó. De nem akarom az összes videót felsorolni, csak itt a legfontosabb dolgokra gondoltam. Szóval összességében szerintem jó volt ez az év, ez a 2016, sok minden pozitív dolog történt a csatornán, és hát kíváncsian várom, hogy ebben az évben mik fognak történni,
milyen új dolgok jönnek be, meg hát hová fejlődik ez a dolog, hány támadó gyűlik végül össze, vajon sikerül elérni a 200 ezret. Úgyhogy köszönet a 2016 évi támadásokért, és jó szórakozást a következő videóhoz. Hát hol is kezdjem a mai részt? Kezdjük mondjuk ott, hogy a készítő Rapau 34 és Bali, és a pálya címe az, hogy az útvesztő. Nyugalom, mindenki nyugodjon meg. Igen, útvesztő, és van benne útvesztő, igen, de nem olyan szörnyű, mint ahogy hangzik. Egyáltalán nem olyan szörnyű, mint ahogy hangzik. Nem örültem meg. Hát azt nem mondom, hogy azért választottam ezt a pályát, mert a címe annyira szimpatikus. Hát igazából nem is tudom miért. Olyan szimpatikusan írta meg az e-mailt. Hát akkor lássuk, hogy mire jutottam. Egy egész érdekes felépítésű, viszont annál elhanyagoltabbnak tűnő szobából indulunk. Egy kicsit pókhálós, meg muhás terembe vagyunk, hát rég volt már itt takarító nő, nincs nálam semmi. Az útvesztő. Mi történt velem, hol vagyok? Aztán mondja nekem Silver Belly. Ahogy tegnap megtudtad, el kellett hoznom téged az útvesztőbe, én leszek a segéded, ameddig élsz. Hoppá. Ha valahol feladod és meghalsz, nem tudok rajta segíteni. Na ne, nem tudsz feltámasztani. Mi lesz a feladatom, miken kell keresztül jutnom? Feladatokat fogsz kapni tőlem, minden pályarész előtt ott leszek, hogy segítsek amennyit tudok, helyetted a feladatot nem tudom megoldani, azt már egyedül kell. Nyugi, ha ügyes vagy, csak az arénában fogsz meghalni, mint a többiek. Yeah, aréna, útvesztő meg aréna, vajos. Aréna? Igen, de erről majd később, most kezdened kell a feladatokat kezdésnek, itt van a ládában a cuccod, amit bepakoltál. Ahogy láttam, nem sok minden, ha kész vagy, nézd meg, és indulás. Melyik ládában? Személyes tárgyak. Ó, és felrobbantam közbe. Vajon az első állomásodon siess. Nagyon ügyes trükk, na majd meglátjuk, ki fog nyerni. Ki fog nyerni? Verseny van. Van egy napló, meg vannak szabályok. Na, hogy néz ki a gatyás oroszlán hát? Azt mondja, szabályok, blokkot csak akkor törhetsz, ha a feladatban az meg van engedve. Megölni csak zombikat kell, amik rád támadnak, falusiakat nem kell bántanod. Játék hangereit úgy állítsd be, hogy jól lehessen hallani a dolgokat. Minden esetben követd az utasításokat, amiket kapsz. Oké, főnök. Azt mondja a naplom, ebből hátra kiderül, hogy mi vagyok itt meg. Naplóbejegyzés 45. Nem tudom, mit akarnak velem csinálni. 45. napja rohadok ebben a büdös cellában. Addig engednek ki, és most még valamit beszélnek is rólam. Sajnos nem tudom bebizonyítani, hogy ártatlan vagyok a gyilkosságban, és így nem hisznek nekem. De ha valaha kijutok innen, minden meg fogok bosszulni. Csak ki kell találnom ezt a szökést, hogyan vigyem véghez. Napló bejegyzés 46. 10 óra, igen, még mindig itt vagyok, viszont a mai napon szokatlanul jobban figyelnek rám, valamire készülnek. Ahogy előző nap is írtam, valami itt nincs rendben, de nekem nem mondanak semmit. 12 óra, megkaptam az ebédem, és mellé kaptam egy levelet is, amiben az állt, hogy délután lesz egy tárgyalás, amin eldől, mi lesz a sorsom. Ha semmi jót nem tudok kitalálni, amivel megmenthetem magam, visznek az útvesztőbe. Egyelőre nincs ötletem, mit tehetnék. Az útvesztőről annyit hallottam, hogy még senki sem tért vissza onnan. Valamilyen feladatok várnak ott az emberekre, de szinte lehetetlenek. 16 óra. Megvolt a tárgyalás, nem tudtam semmit tenni, elítéltek. Holnap reggel már az útvesztőben kezdem a napom. Pár személyes holmimat magammal vihetem, de hát nincs is sok mindenem. Ha valahogy végig tudnám csinálni ezt az egészet, biztosan ki lehet onnan jutni valahogy 20 óra. A naplómat ezennel befejezem, nem tudom, mi vár rám a következő napokban. Viszlát. A rengeteg szöveg után úgy éreztem, hogy nem maradhatnak a ládák kifoszthatatlanok. Na, azért megnézzük a többi... ugye? Ez meg mi volt? Várjad, tekerjük vissza. Na, azért megnézzük a többi... ugye? Ez mi a francot? Micsoda? Vagy micsoda? Na, azért megnézzük a többi... ugye? Ja, ügye, hogy rájövök, hogy ügye, hogy nem üres. Aha, igen, azt hiszem megvan. Örültem annak, hogy találtam valamit a ládában. A ládafosztogatás után átmentem egy sötét folyosón, ami beomlással meghálálta, hogy igénybe vettem a szolgáltatásait.
Mi volt ez? És a karakterem is ezt kérdezi. Jaj, mondtam már semmi értelme úgy időzíteni, hogy úgy se lesz idő végigolvasni, tehát akkor vagy többet várjon, de szerintem jobb megoldás az, hogyha én kattingatok, mindig mondjuk van egy tovább gomb. Szóval mi volt ez? Nehéz volt ide találni. Sajnos van egy kis gond. Igen, amit hallottál, az a járat volt. Elég régiek, már ezek, és beomlott mögötted. Aha, tényleg van egy lyuk. Ja, így omlott be. Szóval elég régiek már ezek, és beomlott mögötted. Csak hogy a kulcsot, amivel ki tudnám nyitni az ajtót, nem hoztam magammal. Most ezt komolyan mondod? Ja, tényleg, az viszont nem derült ki, hogy ki ez a Silver Belly. Na mindegy, biztos valami barát, vagy nem tudom. Na jó, hát a kiderül. Sajnos igen, de van egy másik kulcs elrejtve az első teremben, a szőnyeg alatt középen. Van egy titkos régi aknajárat, amit kinyitottam neked, azon visszajuthatsz. A folyosó végén találod. A szőnyeget nyugodtan szedd fel, ahol kell, csak találd meg. Ha megvan, ugyanazon a járaton vissza tudsz jutni ide. A faragott kőre kell tenned. Nem elég, hogy ide hoztatok, még ezt is nekem kell csinálni? Rendben, megyek érte. Hülye falusiak, semmit sem tudnak normálisan csinálni. Nézzük, hol az a járat. Előbb még ide benézek. Kódos könyv. Ja, mert most nézem, hogy tényleg túlélőben vagyok. Eddig is túlélőben voltam. Hát így nem lesz egyszerű átjutni. Sikerülni fog. És tényleg sikerült. Azt mondom erre. Hát ez tényleg elég elhanyagolt. Régóta nem járhattak már erre. Aj, de jó ugrás volt. Azt mondja, felkészültél, ha leesnél. Hát nem tudom, mire készültem föl. Jesszusom. Jesszusom. What the fuck is this? Ennyi? Ja, vágom, visszafelé kell majd ugrálnom. Ó, bakker. Haha. Nem mintha lenne esélyem kikerülni. Nem baj, rádobok egy kenyeret. Oh. Na végre, egy ajtó. Nézzük, jó helyen járok-e. Igen, elkezdtem felszedni a szőnyeget. Sajnos nem volt szerencsém, a felét felszedtem, mire végre sikerült megtalálnom. Ice Bluebird, ha most nézel, fordulj el, ez nagyon csúnya rész, itt bántódása esik a szőnyegnek. És megvan, mi fogom, megvan, nagyon jó, most már csak vissza kell jutnom. Elindultam visszafelé, és igen, parkour, kihagyhatatlan. Ja, Istenem, jó, első ugrás, mindjárt rontom. De mi? Megakadok, ja, ott van az inda. Hát nem volt, hogy ez parkúros. Sikerült, el se hiszem. Jó. Ne tudjátok meg, hogy koncentrálok. Oké. Már csak egy ugrás. Jó. Oké, soha többet. Akkor mit mondott? De, faragott körre kell tennem. Arra? Ó, hát igen. Tehát, ha jól tudom, három falusit kell keresnem, és a ládájukban van, ami nekem kell. Igen, a játék nem hazudtolta meg a címét, van rajta a kaktuszokból álló labirintus is, vagy útvesztő. Mondjuk aztán van különbség a kettő között, a labirintusnak a közepébe kell jutni, az útvesztőnek pedig keresztül kell jutni. Nem tudom, aki tudja, majd megír a kommentbe. Kicsit pörgessük fel ezt a részt, tulajdonképpen arról van szó, hogy falusiakat kell megtalálnom és elvennem tőlük kulcsokat ebben az útvesztőben. Aztán a végén megtalálni ládákat, kódot beírni egy könyvbe, és aztán kinyílik az ajtó. Igazából nagy gondom nincs ezzel a küldetéssel, csak annyi, hogy nem túl érdekes, nem igazán köt le, nem sikerül túl izgalmasra csinálni. Aha, és itt az ajtó. Hű, ez eddig érdekes.
Megint itt van Silver Barry, jaj, de szeretlek, jaj, megint ez ugrál. Ilyen gyors nem tudok olvasni, úgyhogy csak várom, amíg elmúlik ez a rángatózás. Üdvözlök az arénában, kicsit lerövidítettük neked az idevezető utat. Tényleg, ez rövid volt. Remélem nem baj, nem kellett annyit szenvedned. A halálod előtt legalább. Nagyon kedvesek vagytok, de úgyis ki fogok jutni innen. Ahogy már mondtam, innen még senki nem jutott ki élve. Lehetetlen legyőzni ezeket a szörnyeket, de azért bízom benned. De hogy bízom, most mondtad, hogy nem bízol. A feladatod annyi, hogy bemész az arénába, aztán látsz majd magad fölött egy ballont, amin érzékelőket találsz. A ládában van, ami ehhez a feladathoz kelleni fog neked. Innen tudhatod, mit kell tenned. A koporsót majd utána adjuk. Ha, nagyon vicces vagy, majd meglátjuk. Rendben, hát akkor sok sikert, ne feledd, nincs visszaút, ha egyszer belépsz. Aha, és akkor gyémántkard, full felszerelés. Azért nem az a szokásos mobharc, amiket sokan képesek megépíteni, amit látjátok, nagyon csicsa a környezet, tényleg jól néz ki ez az aréna, tetszik. Annyival bolondították meg ezt az egész dolgot, hogy van fönt egy ilyen lebegő valami, szerintem légballon, de majd a hozzászólások úgyis megírjátok. Szóval van fönt egy légballon, aminek a alja tele van gombokkal, csak az egyik nyitja a kijáratot, az összes többi csinál valamit. Vagy szörnyeket idéz meg, vagy valami csapdát aktivál. Hát voltam olyan szerencsés, hogy szinte már a legelején meglőttem a kijáratot, viszont ez így nem esett le, hogy az a kijárat. Én meg nem jegyeztem meg, hogy melyik volt az a gomb, úgyhogy keményen ment a szenvedés, mire újra megtaláltam. Hát akkor jó szórakozást a szenvedésemhez. Ja, ugyan már, úgy is tudom, hogy csak ezért nézitek ezt. Ó, hát ezek zombi malacok, ők nem támadnak, úgyhogy... Ha most megengeditek, egy kicsit lövöldözöm. Jesszusom, azt mind nyomjam meg. Hopp. Gyorsan a csatorna. Jaj. Hát miért nem mentem a csatornába? Édes Istenem. A zombikben nincs semmi a fejükön, úgyhogy elégnek. Na szóval innen nyugodtan fogom lövöldözni azt a cuccot. Nem tudom melyik volt már az. Tehát meg szörnyeket aktivál. Ja, és meg van csinálva a spawn point. Melyik gomb volt az? A középső? Azt teszem a középső, ez túl egyszerű. Édes Istenem, miért nem mentem mindjárt csatornába? Csak néztem, hogy ahaha, meghekeltem a játékot. És erre csak megszivattam magamat. Nem igaz, mi ez? Víz, hogy odasodorta őket. Tehát tulajdonképpen ez tetszik, hogy így itt tudok aktiválni is csapdákat, növelve az esélyeimet. Szóval ahhoz képest, hogy aréna még egész jó. Na igen, és amire nem gondoltak, elárasztotta a spawn pointot a víz, úgyhogy a world spawnon vagyok, ami meg ugye be van fedve, úgyhogy... Ugye nézzük a restont. Hú, mi ez a ősrégi rendszer, jesszusom. Ez egy éjskapu, hogyha nem csal a szemem. Ah, ez biztos a számsor, hogyha megnyom azokat a számokat, akkor így... Hű, micsoda megoldás. Amikor elkezdtem restonozni, akkor én is így csináltam. Azt a mindenit. Mindenhol ilyen reston vezeték. De hát minek? Egyébként 1.10-es a pálya, tehát hogy ezeket mind le lehetne spórolni. Egy deka reston nem kéne ez a pályához. Meg úgy egyik pályához sem, 1.10-ben. Azt a mindenit. Kicsit olyan retro érzés. Jaj! Jó, hát gondolom még nem sok pályát épített, sőt azt hiszem írta is az e-mailben, hogy nem sok pályát épített, úgyhogy nem bántani akarom. Csak így vicces. Úristen! Ez vár még rám? What the fuck is this? Na vissza is jöttem az arénába, csináltam egy jobb spawn pointot. Aj, nem merem egyiket sem meglőni. Nem már... Jesszusom. Ezek csontig! Azt hozzuk egymással.
És megint kívülre rak, de miért a kívülre? Ja, mert fél blokkra raktam a spawn pointot, biztos. Vagy fél blokkon álltam. Ó, bakker. Gyorsan csatorna, most nem fogok szórakozni, bemegyek. Ja. Na erre szerintem nem számítottak. Nem ismerik a saját labirintusuk működését? Valahogy innen ki kell jutnom, megtalálnom őket és kinyírom. Hát emberek, gyakorlatilag a csatorna is egy útvesztő volt. Hát itt minden egy útvesztő, nem véletlen ez a pálya címe. Ez mi? Nem mondod, hogy kaki. Gondolom. Na. Hát akkor takarodja. Jó. Na takamá. Mintha mindenki engem nézne. Nagyon zavaró. Mit akarhatnak? Ja, ott az ablakban látom. Tényleg ijesztő. Csak az arénából szöktem meg. Ez is, hogy gyilkos vagyok. És innen. Kopj le. Csak menj a végére. Nincs semmi a házakban. Jó. Azt mondja, szuperfogadó. 3 millió. És itt van Silver Berlin. Na hát. Mi folyik itt? Hát kijutottál, gratulálok, gyere közelebb, meghívlak egy sörre. Ne, nem iszok, biztos átverés. Nagyon rendes vagy, köszi, de hol vagyok? Mit tettél az italomba? Mi történik velem? Én mondtam, hogy ne igyál, csak nyugi. Ti kik vagytok, mit akartok? Ne, hagyjatok békén. Nagyon fáj a fejem, hol vagyok? Senki nem szeretne kiderülni, hogy túlélted az arénát. Ezért én gondoskodom róla, hogy ez így is maradjon, és ne tudjon senki semmit. Ezt nem teheted, engedj ki innen. Nem foglak kiengedni, ahogy látod, más sem szabadult ki innen, én viszont nem foglak megölni, majd azok a lények, akikkel találkozni fogsz ezen a helyen. Most megint ez a hülyeség, az arénából is kijutottam. De hová most hoztalak, annak nincs vége, majd meglátod. Igen, itt elég sok következetlenség volt a történetben, meg most mi a rák van pillanat. Én itt sejtem, hogy milyen történetet képzeltek el, hogy visszaélnek a falusiak a hatalmukkal, vagy nem tudom, így akarnak valamit megszerezni. Azt hiszem sejtem, mi akar lenni, tehát így összeesküvéseket szőnek. Oké, de valahogy... Vagy nem igazán jött át, és nem is tudom, mi a jó szó rá tenni az, hogy túlságosan körmön font. Francba egy labirintus, aminek nincs vége, ennél jobb nem is lehetne a helyzetem. Hát igen. Appakker. Egyébként érdekes, tehát ez az érdekes, hogy labirintus, hopp, de is megvan dizájnolva, így nem is olyan, nem is tűnik olyan szörnyűnek így első ránézésre. Hát ezekkel a csapdákkal aztán meg végképp. Hajj már meg! Ezek a csapdák nagyon tetszenek benne, tehát hogy így fenntartják az érdeklődést, határozottan jó ötlet volt. De... még azt tudom elképzelni, hogy azért meggondolod, hogy játékos napvégtelenség bolyongjam. De hát, hogy van valami útjelzés, vagy változik úgy a labirintus, hogy előbb-utóbb mindenképpen a célhoz jusson. Hát ha így van, megcsinálom, akkor zseniális ez a rész, ez eddig a legjobb labirintus. Tehát, hogy normálisan kidolgozott labirintus. Érdekes. Jaj, és egy teleport. Na, lehet, hogy ez volt az a figyelőrendszer, amiről beszéltem. Annak ellenére, hogy milyen ósdi megoldások vannak benne nagyon jó ötletek. Úgyhogy eddig nekem tipikusan az a pálya, amelyik kreatív, jó ötletek vannak benne, csak még a tudás, a technikai része még nem az igazi. De például nekem azt sem nagyon tetszik, hogy így végig túlélőben vagyok, és nem kalandmódban. Hamarosan itt van ennek a résznek a vége, és őszintén mondom, hogy ez volt az egyik legjobb útveszt, amit idáig láttam. Tele volt csapdákkal, úgyhogy nem csak bókláztam és kerestem a kiáratot, hanem történt valami, és szerintem az a teleport azért volt, hogy ne a végtelenség csináljam ezt, hanem oda volt figyelve arra, hogy egyszer tényleg kijussak belőle. Hát ha tényleg így van, akkor minden elismerés, tök jó megvalósítás. Tényleg, puszi, nem, pipa, hújvélkúj. Gyere közelebb, mondja nekem Dryad. Jó, szimpatikus fiatalember vagy, eljutottál hát hozzánk. Az Elenában jó teljesítettél, de a falusiak nincsenek felkészülve arra, hogy valaki élve is túléli. Ezért kerültél ide, féltek tőled.
Nem lehet így végigolvasni, de hát én nem tettem semmit, amiért az arénába kellett volna kerülnöm. A legtöbb falusi elég primitív, te más vagy, de nem hallgatnak rád. Akkor te segíts nekem, vigyél ki innen. Nem tehetem, én is csak a labirintusban vagyok, és aki elég ideje van már itt, eljut hozzám, hogy megszabadítsam ettől az egésztől. Persze, ha túléli az egészet. Kicsit zavaros. Hogy tudnálak megállítani? Engem sehogy sem. A történeted itt véget ér. Jól játszottál. Ne tedd ezt. És most megöl? Na, viszont amilyen jó rész volt ez, akkora mi a rák következik most. Tehát valami fordulat akar lenni szerintem. Nem is tudom, hogyan kommentáljam, figyeljetek. Mi történt velem? Meghaltam? Mi ez, metró? Nem, nem, ez a pokol. Mennyország, aztán pokol, vagy illetve pokol, aztán Mennyország. Érdekes. Ez mi? Kripta? Feltámadtam? A fejem, de szédülök. Tukhan. Azt mondja nekem, látom magadhoz tértél, ennek körülök, gondolom sok kérdésed van, akad egy pár, mi ez a hely, mit keresel itt a labirintus végén, megöltek, szellem vagyok, te ki vagy? Sikerült végigolvasni. Csak szépen sorban, én Tukhan vagyok, nem tudom, hogy kéne mondani. Ugyanolyan játékos voltam a pályán, mint te is, megöltek, de visszatértem, hogy segítsek a többi emberkén. De eddig csak rajta sikerült. Ja, hogy ő rajtam sikerült segítenie? Meghaltál, megöltek az őrök, a tested elhoztam, és hát ahogy látod, sikerült minden, és itt vagy. Ez a valóság. Egy barlangban vagyunk, messze mindentől. Ők nem tudják, hogy túlélted. Ez így elég hihetetlen, de itt vagyok. Köszönöm, és miért akar segíteni az embereken? Bosszú! Tudom, ki jutatott téged ide. Én nem tudok így semmit tenni, de te még megállíthatod ezt az egészet, amit művelnek. Ha segítesz nekem, és közben elpárolok, ha segítesz nekem, én is segítek neked, és megakadályozhatod, hogy még többen ilyen sorsra jussanak. Rendben, segítek neked, aztán pedig mindent megteszek, hogy ezt megakadályozzam. Mit kell tennem? Gyere velem, mindent elmondok. A kijáratnál várlak. Ha leugranék, talán a bokám kimenne. Tukham. Minden benne van a ládában, ami kell a küldetéséhez, sok sikert. Ez a központi terület, ahol most vagy, innen tudsz eljutni az egyes helyekre. Jól látom, három. A területekről annyit, hogy van egy barlang, egy sivatag, és egy lepukkant erdő, amit egy boszorkány ural. A sivatagban ragadt egy jó barátom. Elfogyott a vize, és az élelme a fogadóban pedig banditák tanyáznak. A feladatod annyi, hogy menj el a fogadóba, és valahogy vigyél neki onnan vizet, hogy kitartson, amíg ki nem mentik onnan. Van el egy értékes tárgy, ami után kutatott egy kotyvasztó állvány, ha még nem vetél tőle el a banditák. Ja, vették el tőle a banditák. A barlangon csak végig kell menned, de vigyázz, nem egy szokványos barlang, tele van csapdákkal és veszélyekkel, és veszéllyel. A végén van egy láda, amiben találsz üveget, azt kell elhoznod. Az erdőben pedig találsz egy boszorkányt, aki tönkretette a területet, elüldözött onnan minden falusit. Az emberek szerint valahol az erdő mélyén lakik, egy toronyban keresd meg, öld meg őt, és hozd tőle Nether Wartot, és egy kis szúrszendet is. A kardját se felejtsd ott. Ha mindennel megvagy a dolgokat, amiket kértem, tedd bele ugyanebbe a ládába, és majd beszélünk. Álljunk meg egy pillanatra, erről mi a rák részről beszéltem, tehát gondoljuk át, hogy mi történt idáig. Tehát, hogy ott az útvesztő végén találkozunk valami alakokkal, akik megöltek, oké. Valamiért fölé lettünk. Nem tudom hol, de a metróállomáson. Aztán kocsiztam, és azt hiszem voltam a mennyben, meg a pokolban. Lehet, hogy ez az utazásom volt, ahogy felkelek. Ezt így, oké. Ezt így még el tudom fogadni. Fölélesztett ez a csávó, oké. Aki segít másokon, de most neki kell segíteni, és három különböző helyről megszerezni tárgyakat. De miért? De miért? Szóval valahogy nálam ez így akkora törés. Van egy ilyen viszonylag erős főszál, hogy itt engem így átvertek, és én most bosszút akarok állni, és akkor bejön ez a tukhanos szál, és ezt az egészet így töri, és igazából nincs is rá magyarázat, hogy ezt miért kéne. Tehát három egymástól teljesen független dolgot kell csinálnunk, és úgy hangzik, mintha ez az ő házi feladata lenne, és nekünk csak akkor segít, hogyha elvégezzük az ő munkáját. Tehát összefoglalva nekem itt az összefüggésekkel van problémám, hogy ez így hogy jön be, és miért, sok a miért, de nem az olyan miért.
A sima miért? Semmi de. Semmi köhögés, meg mit tudom én milyen csillapító. Haj, már meg. Szerencsére nem túl bonyolultak ezek a részek. Azért mondom így, mert mondom, nekem kicsit kizökkentő volt ez a rész itt. Nem érzem a kapcsolatot, az összefüggéseket, de lehet, hogy én kombinálom túl. Nem tudom, szóval bennem ezt a hatást keltette, de milyen rövidek ezek a részek, ezért egy-két vágással szeretném összefoglalni, hogy tulajdonképpen mi is történt. Menjünk a banyához, amíg ilyen toppon vagyok. Ez egy csapda, nincs is itt semmilyen torony. Hoppá. Na, még ez is. Valahogy éreztem, hogy ez nem ilyen egyszerű. Üdv nálam, készültem neked egy kis meglepetéssel. Örömmel. Ha-ha-ha-ha. Ja. Vagy azt támadni a kard? Nesze. Azt mondja, a kard, ez az megvan. Jó. Balangra azt mondta, hogy furcsa, gondolom parkour lesz. Na, ne. Jaj, de vicces. Jaj, hát egy bárány. A bárány. Áldozd fel a bárányt, húsát sűzd meg, majd dobd a szent kútba. Oké, te megerett a víz. Ja. Erre volt jó, és most megfulladok. Semmi. Ez az. Ez is megvan, vihetem Tunghamnak. És akkor maradt a banditás fogadó. Üdv, igen, azt mondta, van itt valamerre egy fogadó, ahol banditák tanyáznak. Igen, jó jönne egy kis élelem és víz, amíg a mentőcsapat értem jön. Na, gyertek banditák, zombi banditák. Na. Adjál nekem vizet meg kenyeret. Ja, van emelet is. Szobaszerviz. Lopott holmik. Itt van, ez kell, ugye? És hát ezek eléggé kezdők lehetnek, hogyha így kiírják az ajtóra, hogy lopott holmik. Köszönöm! Köszönöm a segítséged, így most már megpróbálhatok magamon is segíteni. Ahogy ígértem, segítek neked, kaptál tőlem pár hasznos tárgyat, amire nagy szükséged lesz. Nem tudom, mi fogott rád várni, ahova mész, de nem lesz könnyű dolgot. Ha úgy érzed, felkészültél, ugorj bele a szakadékba, ami a barlangban van. Oké. Okay. Rendben, meg fogom bosszulni mindezt, köszönöm a segítséged, viszlát, Tukhan, viszlát, és győz, még látjuk egymást, ugorjak bele a szakadékba, az igen. Na, úgyis vissza tudok mászni. Ó! 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 Hú, ó, igen, nagyon látványos terem meg minden, de most mi van? Ugorjak a szakadékba és a palotába teleportálok? Mi? Ott van egy Urillen. Igen, Urillen ott van lent is. Azt mondja, hogy na ki van itt? Hát én. Urillen, mit keresel itt? Tudod, úgy alakultak a dolgok, hogy ide kerültem. Azt a mindenit. Mit tettél a királlyal? Ja, hogy már én nem a király. Mindenki úgy tudja, öngyilkos lett, de kicsit rá kellett segíteni. Te pedig túl sokat tudtál, így valamit kellett tennem. De hát úgy látom, mindent nekem kell elintézni. Hogy tehetted ezt? Tetted velem? És akkor most megtámad, átváltozott zombivá, de én akarom olvasni. Ez a portált. Ezt te tetted velem, meg fogsz fizetni. Csak nyugi, jobb lett volna, ha halott maradsz. De végül is mindegy, úgyis halott leszel. Mindenki meg fogja tudni, mit tettél az emberekkel. Várd ki a végét, tehát eljöttél. Hallottam rólad, és a kis körutadról, azokon a helyeken. Már vártalak. Pár jó barátommal végeztél, de nézd csak, kik vannak itt velük. Velünk. Hagyd ki őket ki ebből! Miután végeztem veled, ők jönnek, de most nekünk dolgunk van. Gyere csak! Ó, bakker, nyert a gonosz! Ha! Most én vagyok az új király. Azt mondja nekem, hogy azt hitted, ilyen egyszerű lesz? Hát nem, katonák, végezzetek vele! Jaj, hol? Ja, ott lent. Na, és ez mit szólsz? Urillen. Na, több körös boss harc, király. Oh.
itt van Black Hood meg Tukhan. Köszönjük neked, megszabadítottál minket a sok rossztól. Nem fogjuk elfelejteni soha. Felajánljuk neked a koronát, ha szeretnéd irányítani a falusi népet, foglald el a trónt. Rendben, elfogadom. Az útvesztő. Készítette Rapau 34 és valaki. Köszönjük, hogy végigjátszottad. Nem teszteltétek, hogy így nem fér ki a monitorra ez? Vagy ekkora monitorotok van, hogy ez kifért ez az írás? Szóval Rapó 34 készítette, van YouTube csatornája és Bali. Hú, happy end, és mindenki örül, Csabusa a király. Na, értékeljük a pályát, a történet. Őszintén szóval számomra nem volt valami ütős a történet. Én valamennyi magyarázatot kaptunk, de számomra valahogyan kusza volt. Én gondolom, hogy csavarok akartak lenni, de számomra egy kicsit kusza volt. Meg nem is volt igazán olyan elem, ami úgy tetszett volna, amit úgy kiemelnék. A játékmenet az nagyon ingadozó volt. Ugye volt az a zseniális útvesztő, az tényleg pipa, nem puszi, pipa. Ugyanakkor voltak igen napos részek, például az a mobharc. Jó, mondjuk a mobharcra én azért olyan közepest merek adni, mert azért egész érdekesen sikerült feldobni ezzel a gyakorlatilag orosz rulettel. Viszont szebb lett volna, ha úgy oldják meg, hogy akár csak a labirintusban, hogy ne csinálhassa az ember végtelenségig. Aztán ugye ott van az a kaktusz labirintus, az meg szörnyű volt. A díszítés teljesen rendben volt, azt nem mondom, hogy hű de kimagasló, de azért voltak benne jó részek, tényleg szépen megépített részek, meg voltak olyan elhanyagoltabb részek is. Igazából azt mondom, hogy a minimális szint megvolt, tehát amennyire kell, annyira volt, teljesen. Minden fölismerhető volt. Meg azt hiszem nem is nagyon lehetett kilátni a pályára, az is szépen meg volt csinálva, hogy úgy meglegyen az illúzió. Hát az ugye más kérdés, hogy a spawn point az rossz helyen volt, és emiatt aztán megláttam, hogy mi van kívül, az egy másik téma. Hangulat, hát azt nem mondanám, hogy nagyon bele tudtam magam élni, pont emiatt a vegyesség, kicsit kuszaság miatt, amiket mondtam a történetben, meg a játékmenetben. Valahogy nem igazán éreztem a bosszú hangulatot, hiszen elvileg a karakterünket jogtalanul ítélték el, és most bosszú hadjáratra indult, de valahogy nem volt bosszú hangulatom. Nem tudom miért. A kidolgozottságban ugyanezt a felemásságot vagy kettőséget érzem, hogy vannak tök jó ötletek, meg ugyanakkor tök béna megoldások is. Kicsit az az érzésem, mint egy tehetséges, de kezdő pályaépítőről van szó. Főleg, hogy megláttam a restont, hú. Tehát tök jó ötletek vannak benne, és aztán megláttam, hogy az egész hogy van kivitelezve, azért vicces volt. Szóval én csak biztatom a készítőket, hogy így tovább. Látom, vannak ötleteik, még a kommandokozásra rá kell gyúrni. A díszítésen nem lesz gond, az mondom itt is korrekt volt, és hát nyilván ennél csak jobbakat fognak csinálni. De a kommandokozásra nagyon rá kell feküdni, tehát fel ennyi reston se kell, tehát ma már reston nélkül is föl lehet építeni pályákat. Szóval ez volt az útvesztő, Rapau 34 és Bali pályája, a kézikönyv óvjon.